Visszatért hozzánk szakértőnk dr. Ádám Zsolt szülész-nőgyógyász. Ugye a felfázással kapcsolatban beszélgetünk, ami leginkább a nőket érinti. És annól ott hagytuk abba, hogy tulajdonképpen nem lehet ezt megelőzni, az immunrendszernek kell egy erős támogatást adni. Így az ősszel milyen támogatást tudunk adni? Talán a legjobb támogatás az, amiről már beszéltünk részben, hogy az öltözködést meg kell próbálni úgy alakítani, hogy legyen az tényleg réteges, ez közhely, nagyon nagy közhely, de ez tényleg igaz, réteges, napközben átalakítható legyen az öltözködés a napi hőmérsékletnek megfelelően. És amihez hívást is kaptam, az uszoda használattal kapcsolatos felfázás. Ugye itt említettük azt, hogy a vizes fehér nemű az, amelyik az egyik legnagyobb előidézője az ilyen felfázásoknak, vizes fürdőruha a oka. Az uszodákkal kapcsolatban az egy tévhit, hogy az uszodában össze lehet szedni fertőzést. Ez a legtöbb pedig uszoda... éppen erre akartam rákérdezni. Igen. A felfázástól elrugaszkodva, hogy ott hát ehhez el. Tartozik részben ez is, de az uszodákban a fertőzést nem a medencében kapjuk meg a szó igaz értelemben. Ezek annyira klórosak ezek a vizek, mindenki, aki jár úszni, az tudja pontosan, kétszer kinyitja az ember a szemét a víz alatt, és lángvörös lesz a szeme tőle, mert annyira klóros a víz, ott nagyon kevés kórokozó marad meg. Igazából ez a klór lesz az, amelyik a bűnös, meg pedig és a vizes fehér, vizes fürdőruha. A klór azzal, hogy a nőknél azt a saját flórát, ami védi a hüvelybe menetet, védi a szeméremrést, ez a bizonyos laktobacillus, tehát te is a flóra, ez egy kicsit károsodik ettől a klóros víztől, és ez teremti meg a feltételét annak, hogy különböző fertőzések, gyulladások kialakuljanak. Egész más a helyzet ezekkel a kis melegvízű kis jacuzzikkal, meg ilyen wellness hotelekben található egészen pici medencékkel. A termálfürdővel is? Bocsánat, a termálfürdővel? A melegvíz önmagában, ugye ez a termálfürdőben, a melegvízben nem használnak klórt vagy fertőtlenítőt a legtöbb. Ez egy természetes vizek. És én azt szoktam mondani, hogy a veszély egyébként a termálvízben? A melegsége miatt, és amiatt, hogy nincs benne fertőtlenítő. Én mindig azt mondom a betegeknek, akik hajlamosak ilyenre, azok mindig nagyobb medencét választanak, és hidegebb vízűt. Minél kisebb, minél melegebb, annál nagyobb a baj, kivéve a saját otthoni kádakat, mert otthon a saját flóránkkal már nem lesz visszafertőződés többnyire. Visszatérve egy kicsit az öltözködésre, sokszor szó esik akár a fehér neműről. Nőgyógyász mit mond ezzel kapcsolatban? Mert a múltkor azt hiszem ki is volt, nem tudom, de mondták, hogy például a tangabugyi a nőknél nem feltétlenül a legjobb választás. Nőgyógyász szemmel van? Egyszer már beszéltem sokat a tangabugyiról, és akkor sem jutottunk dűlőre ezzel, mert igazából nem a bugyinak az alakja vagy formája az, ami meghatározó, hanem az anyaga. Tehát lehetőleg pamut legyen, és ahogy a puskaport, ezt a területet is szárazon kell tartani. Lehetőleg a legszárazabbon kell tartani. Köszönjük szépen. Ennél jobb végszót nem is kaphattunk volna. Köszönöm. Köszönjük.